A Sony Xperia Z4 tablet hardware igazán erős, ennek bemutatására az Antutu Benchmark tesztet fogjuk használni. Itt ha megnézzük először is a hardware-t, akkor lentebb megyünk hozzá. Látható, hogy 3 GB RAM-unk van, amelyből nem olyan sok, 1 GB érhető el csak. A háttértár az 32 GB, ebből első bekapcsolást követően nagyjából olyan 23 GB férhető hozzá szabadon, microSD kártyával bővíthető. A tabletbe a Qualcomm Snapdragon 810-es processzora került, ez egy 8 magos, a jelenlegi felső kategóriás processzor, 4 darab 2 GHz-es Cortex A57-es, illetve 4 darab 1,5 GHz-es Cortex A53-as maggal, 64 bites. Ezek a magok külön-külön üzemelhetnek. Teljesítményéről, illetve az előilletéről jó tudni azt, hogy melegedési problémákat tapasztalt igazából több gyártó is, több felhasználó is. Egyelőre még annyira nem érezzük vészesnek ezt a rendkívül vékony Xperia Z4 tabletben, hogy ez jelen volna. Adreno 430-as grafikus gyorsítónk van, amely 190 és 600 MHz-es órajel között tud váltakozni. 2560x1600 pixeles a 10,1 hüvelykes kijelző, amit meghajt. Ha megnézzük magát a érzékelést, akkor láthatjuk, hogy összesen 10 újat képes kezelni ez a kijelző. 8 illetve 5 megapixeles kameránk van, 6000 mAh kapacitású beépített akkumulátorunk, Lollipop fut a készüléken, természetesen van NFC, van Wi-Fi, illetve számos szenzor került még bele a Sony készülékébe. Ha lefutatjuk magát a tesztet, akkor láthatjuk majd a teljesítményét a készüléknek, legalábbis azt, amit ebben elér. A Sony Xperia Z4 tablet igazából ez egyik legerősebb androidos tablet a piacon. Ennek meg is van az ára igazából, hiszen eléggé drágán méri a Sony a készüléket, a Wi-Fi only verzió is 200.000 forint felett kezdődik. Ami talán egy picit nem annyira jó ötlet, hiszen már iPad Air 2-t is lehet venni jóval olcsóbban akár, ami még mindig mondhatni a tablet kategória etalonjának számít. Igaz, a Sony számos funkcióval felruházta a Z4 tablet, például sztereó előlapi hangszórókkal rendelkezik, még az iPad ilyet nem tud. Elérhető hozzá Bluetooth-os billentyűzet, amivel szinte számítógép vagy notebook funkcionalitásával ruházhatjuk fel a készüléket, viszont tudni kell, hogy ez esetben csak egy egyszerű androidos rendszerünk van, tehát mondjuk azért a Windows felhasználó lehetőségét még nem tudjuk Androiddal teljes egészében elérni. De összességében azért érdekes ez a tablet, hiszen kellően szép, vékony. A készülék vízálló. Ezen modell, amit tesztelünk ráadásul LTE képes, és még akár telefonálni is lehet vele, amennyiben szeretnénk. De nyilván az LTE mobil internet, ami sokkal érdekesebb, de Wi-Fi only kivitel esetében is azért ugyanezt a hardware-t kapjuk. Maga az Antutu teszt során láthatjuk majd azt, hogy ezért a Snapdragon 810 valószínűleg nem fog úgy teljesíteni, mint ahogy elvárnánk tőle. Ha magát a hátlapot nézzük ilyenkor, itt hátul valahol elhelyezkedik a processzor, mivel azért érződik az, hogy melegszik ez a hátlap. Annyira egyelőre nem vészes, tehát például a kezemet nem süti, nem égeti, de nem tűnik túl kellemesnek a tapintásra. A készülék 3 GB rendszer memóriája a mai nap már igazából elvárható, hiszen már középkategóriás készülékekbe is kerül 2 GB RAM, a csúcsmodelleknél 3-4 GB, ami szükség lehet. Nyilván ez a magas kijelző felbontás miatt hasznos is egyébként, de nyilván egy kis optimalizálással lehetne javítani akár a dolgokon. Időközben elindult a grafikus teszt, annak is a 2D-s verziója, amin megnézzük, hogy hogyan teljesít majd mindjárt
a készülék. Itt már látható, hogy gyönyörű szépen, hogyha közelebb hozom, akkor látható, hogy nagy felbontás mellett is gyorsan 40-50 fps-sel teljesíti a 3D-s tesztet az Z4 tablet, ami teljesen jó, ezt várjuk el, hogy hibátlanul lehessen játszani egy ilyen készüléken. És itt már látható, hogy 50.011 pontot kapott a tabletünk. Ez az AnTuTu tesztben itt a legfelső helyre hozta be a készüléket. Azért tudjuk viszont azt, hogy ez csak a tavalyi csúcsmodellek szintje nagyjából. Itt látható, hogy a Galaxy Note 4 a Snapdragon 805-tel is tudott közel ennyit hasonló Quad HD felbontással. Sajnos a Snapdragon 810 látható, hogy csak a tavalyi csúcsmodellek teljesítményét tudja hozni. Például az idei Exynos 7420-at, ami Exynos 7420-at, ami a Samsung Galaxy S6-ban van, nem tudja megközelíteni, hiszen ez 65-70 ezer pont közötti értékre képes. Önmagában viszont azért nem mondható gyengének a Xperia Z4 tablet, kifejezetten erősnek is tartható a mezőnyben.